Ezen a most még zöld 15 hektáros területen épülhetnek az újabb ipari csarnokok Bonyhádon. A nemrég átadott ipari park épületeire nagy volt az igény és az érdeklődés, úgyhogy a városvezetés a további bővítés mellett döntött. Filóné Ferenc Ibolya úgy nyilatkozott, az önkormányzatoknak szerepet kell vállalniuk a településük gazdaságának fejlesztésében. Ahhoz, hogy a jó partneri kapcsolaton túl megalapozottak legyenek azok az elképzelések, amelyeket mi a Városházán elgondoltunk, ahhoz ismerünk kell és tudnunk kell azt is, hogy a helyi vállalkozások mit szeretnének, ők miben gondolkodnak, hogyan tudjuk segíteni, erősíteni egymást. Éppen ezért egy felhívást tettek közzé az önkormányzat honlapján, amely olyan vállalkozásoknak szól, akik szívesen élnének az iparterület bővítésének lehetőségével. Az érdeklődők üzleti koncepciótervel, területigény megjelölésével és egy szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek a felhívásra. Már az elmúlt héten is számos jelentkezőt tartottunk nyilván, akik megkeresték az önkormányzatot és jelentkeztek a felhívásunkra, de várjuk még a továbbiakat is, és azt követően tudunk leülni közösen velük együtt tervezni, hogy akkor pontosan milyen területelosztással és hogyan valósíthatjuk meg ezeket a terveket. A polgármester hozzátette, ezekkel a bővítésekkel nem csak Bonyhád város ipari infrastruktúrája bővülne, de új munkahelyek jöhetnének létre, és a város iparűzési adóbevétele is megnőne, amit az egyéb fejlesztésekre lehetne fordítani. Jelentkezni 2021. március 31-ig elektronikus úton lehet az info@bonyhad.hu e-mail címen.